Köszöntök mindenkit, én Stupi vagyok, pontosabban a Stupi nevű virtuális egyének a valós másának a kettődimenziós leképezése. És igen, ez a videó ez pontosan ilyen unalmas és erőltetett lesz elejétől a végéig, úgyhogy először gyorsan bemutatnám a plüssgyűjteményet, azért, hogy legalább valami gyorsan le legyen ezt tudva, aztán utána rá lehet térni az ilyen számítógépes dolgokra. Szóval, plüssállatok van. Kispárna, szarvasos, svéd szarvasos. Gráfaló, ez ilyen angol szörnyecske. Nagy panda, nagy kutya, még egy nagy kutya. Süni, kis süni, fekete bárány, sok más, vannak ilyen eldugott pandák, valamint van azért fehér bárány, és különféle kispárnák, tehát ilyen medve, panda, meg talán ez is medve, nem tudom, nem jöttem még rá. Köszöntök mindenkit, most, hogy a plüssállatokat lerendeztük, szeretném bemutatni a Yonao című játékot. Háború. A háború sohasem változik. A világ vége a jóslások szerint történt. Túl sok ember, kevés hely és erőforrás. A részleteket felesleges elmondani, hisz mindenki tudja. A tűz és a nukleáris hulladék kontinenseket pusztított el, és az emberiség majdnem kihalt. De néhányan túlélték a pusztítást. Néhány szerencsés közülük biztonságos, föld alatti menhelyekbe menekült. A háború után ezek a menhelyek kinyíltak, és a lakóik újra kezdhették föld feletti életüket. A 13. menhely egyik lakója a többiektől elszakadt, és hamarabb elindult felfedezni a világot. E kalandozás során ismerkedett meg bátor barátjával, Jannal. Ketten több kalandot átéltek, és még a világot is megmentett. De útjaik később ketté váltak. Néha menhely lakó északra indult, és alapított egy kis falut. Addig Jan hazatért Shady Sands-be. De megpróbáltatásai nem fejeződtek be. Ez lényegében egy Fallout paródia, ami hát különféle popkulturális és helyi dolgokból ered, tehát szerepel benne többek között Kamarás Iván, Miskolc, Szirma Besenyő, illetve egyes osztálytársaink is, meg mi is. A játékhez szükséges egy Fallout 2 telepítő, én a Good Old Games-eset használtam, még valamikor 2012-ben vettem meg. Tehát a játék futtatásához egyrészt szükségünk lesz egy eredeti Fallout 2-re, a Good Old Games-es az teljesen megfelel, valamint le kell töltenünk a játék honlapjáról magát a telepítőt, ami most jelenleg egy zip, amit ki kell csomagolni. Ezt most készítettem frissen, felupgrade-eltem a csomagokat úgy, hogy most már XP alatt sem indul el normálisan, de szerencsére ezért van Windows 8-am. Miután kitömörítettük, a config alkalmazással meg kell először adni, hogy hol találhatóak a Fallout 2 fájlok, ezeket én már előre megadtam. Emellett érdemes megadni, hogy mit akarunk játszani, jelenleg 5 mod van, a fő mod az egyes számú, illetve van csökkentett káromkodásos változat, ha esetleg valaki nem vevő annyira a középiskolás infantilis káromkodásra, akkor játszhatja azt is, de természetesen én most az alapjátékot fogom tolni. A játékban nincsenek jelenleg hangok, mivel akkoriban még nem jöttem rá, hogyan kell a hangkártyát rendesen használni, de zene az van, és a zene mellett pedig én fogom narrálni végig elejétől a végéig, szóval azt a nem annyira kellemes bugó hangot fogjátok innentől hallani egészen addig, amíg véget nem ér a játék, vagy le nem állítjátok a YouTube videót. A játék elején egyből Kamarás Iván fogad minket. A játékot természetesen a New Game gombbal tudjuk kezdeni. Láthatjuk a szokásos Falloutos karakterkészítő képernyőt. Lényegében majdnem minden működik, de egyedül a állóképesség az, ami használható is valamire, ugyanis az növeli a felhasználható akciópontok számát. Ezt érdemes rögtön feltenni úgy, hogy legyen elég esélyünk. És hát lássuk, milyen a játék. Jan, már vártalak. Fontos küldetésem van számodra.
Hírnevet szerezhetsz vele a faluban, ám ennek megfelelően veszélyes is. Lényegében ez amúgy egy elég lineáris játék. A linearitás úgy van ebben a szerepjátékban megoldva, hogy ha olyat választunk, amit nem kellett volna választani, akkor egyből meghalunk. Tehát nagyon bonyolultak a cselekményi szerkezetek. Természetesen, ha azt választjuk, hogy ne, én félek, akkor egyből meghaltunk, de nem ezt fogjuk választani, hanem azt, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Rendben van, ezt vártam. Tudom, hogy te vagy Shady Sands legbátrabb és legügyesebb embere. Városunk eddigi legnagyobb veszélyével állunk szemben. Kibaszottul szükségünk van rád. A te segítségeddel viszont elháríthatjuk a fejünk fölött lebegő veszélyt. Nyögd már ki a kurva anyád! Türelmetlen vagy? Na szóval. Szóval rohadtul nem tudjuk megoldani a veszélyt. Egy viszonylag új tanyát fedeztünk fel Shady Sands-től nyugatra. Red Base a neve. Egy kisebb rét az egész, de a veszély, ami városunkat fenyegeti... Mondd el nyugodtan! Én már küzdöttem farkasokkal, deszklavokkal, emberekkel, banditákkal, veszélyes lényekkel, ufókkal, nekem már semmi sem kottyanna meg. Egy mantis tanyázik ott! Ő micsoda ellenfél? Na, neked éppen elég. Itt van Red Base, és adok neked utadra egy Pipgirl 2000-et, ami egy fasz a laptop. Azt a kurva eget, micsoda technikai csoda! Menjen! A Pipgirlön már bejelöltem az útvonaladat, és Shady Sands is rajta van, hogy vissza tudj térni. Tudjuk, hogy amilyen balfasz vagy, amúgy nem találnál vissza. Na eredj! Megyek, égádjon, és kívánj sok szerencsét. Dögölj meg! Meg lesz. És akkor elkezdhetjük a játékot. Itt most megnyomtam az F11 gombot, aminek a segítségével működik az egér rendesen. Aki játszott már Fallout-tal, az olyan nagyon nem fog túl sok különbséget találni, de természetesen elmondtam, hogy itt minden lépésnél tudni kell, hogy mi a következő, különben az ember meghal. Tehát ha most én szépen elindulnék Red Base-re, akkor egyből meghalnék. A játék nagyon igényes, ha az ember meghalt, akkor kilép a Windows-ba, és a logból megállapíthatjuk, hogy a Mantis látványától öngyilkos lettem, és véget ért a játék. Tehát ez rögtön az első dolog, ami túl kell élni ahhoz, hogy tovább tudjunk menni a játékban. Szóval hát mentés nincs a játékban, ami azt jelenti, hogy ha bármikor meghalunk, az egészet újra kell kezdeni. Tehát lényegében már ebben a játékban is volt permadeath, before it was cool. Nagyon hipsterek voltunk már akkor is. De igazából az egész oka az, hogy nem tudtam még akkor megoldani, hogy hogyan kell rendesen menteni. Szóval szedjünk fel mindent ebben a két ládából. Egyik láda, második láda. És most jön a trükk. Fegyverkezzünk föl, az mindig hasznos. Steampack, az is szükséges lesz, és ezt a rádiót, ezt használni kell. Ekkor fölhívjuk az egyik barátunkat, akit amúgy valamelyik osztálytársunkról mintáztuk, akinek a nevét én most mindenhol átírtam, hogy annyira ne lehessen beazonosítani, hiszen különben ez cyberbullyingnak számítana. Tehát igen, ebben a játékban már az is volt, before it was cool, Instagram, meg Snapchat, meg ilyenek előtt, de utólag megpróbáltam azért módosítani a dolgokon. Felismerhetetlenségig módosítottam a nevét. Halló! Lajos, én vagyok az Jan. Loptam egy telefont itt Shady Sands-ben is, gondoltam beszélhetünk. Képzeld, kaptam egy fontos küldetést. Egy mantis súlyos veszélyt jelent városunkra és nekem kell megállítanom. Hallottál már a Red Base-ről? Ott anyázik a vérengző fenevad. Nem. Nem tartasz velem? Na jó, de telefonon azért még beszélhetünk, nem? Minden helyszínről hívni foglak és értesítelek a legújabb hírekről. Te még segítesz engem a tanácsaiddal. Rendben van? Jó, cső, cső! Most, hogy telefonáltunk, most már szerencsére túl fogjuk tudni élni az első csatát. Tehát elmegyünk Red Base-re. Halló! Lajos, segíts! Itt állok a Mantisszal szemben és nagyon félek. Sokkal nagyobb, mint én. Mit tegyek?
őrizd meg a hideg véred végellátlak tanácsokkal. Tehát lényegében most már nem ijedünk meg a Mantis látványától, hiszen volt segítségünk. Már csak meg kell ölni, ez a játék első és amúgy egyetlen boss fightja. Remélem túlélem, nem mindig szoktam túlélni ezt a csatát. Jól látszik, hogy a HP-m az már jól lement. Gyorsan tuningoljunk fel magunkat, és meneküljünk is. Ez a lövök és menekülök taktika néha steampackkel az azért egész jól hat az első boss ellen. De, mint látható, a HP-met azért szépen leszedi. Még szerencse, hogy a játékban el van rontva a steampack, ezért sose csökken a mennyisége. Tehát lényegében... Nincs elég HP-m. Jöjjünk akkor. Na azért. Most viszonylag egész könnyedén kinyírt, csak 9-re ment le a HP-m. Gyorsan tolok is egy steampacket. Általában azért nem szokott ilyen jól sikerülni, de biztos a videó kedvéért most hirtelen hupp, minden csodálatos lett, úgyhogy gyorsan menjünk is vissza Aradeshez és mondjuk el neki a jó hírt. No, mi a helyzet? Sikerült? Igen, sima ügy volt, sérülés nélkül megúsztam. Remek, bár azt, hogy tetőtől talpig vér vagy, húzod a lábad, a félkezedet nem tudod használni, hát nem egészen erre utal. De végül is mindegy. Na van, na. No, hol van a Mantis hullája? Micsoda? Hát mit hiszel, bazd meg, hogy a két szét szemedért el fogom hinni neked, hogy megölted holnap, meg megtámom minket? Hozd el a hullát, te seggfej! Bassza meg a kurva kibaszott tetűfasz! Haló? Baszod meg, Lajoskám, a halott Mantiszt miért nem mondtad, hogy tegyem el? Hogy a fasz kurva élet, bassza meg, baszod, nem bírtad volna mondani? Nem tudom a számod. 0-6-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Jó, az idő Red Basic kb. Fél nap, 6 óra múlva hívlak, cső, bassza meg! Úgyhogy most mehetünk vissza a Mantis hullájáért. Menjünk is vissza a Mantis hullájáért, remészre. Cső, Jan! Cső, Lajos, itt vagyok a Red Base-en, miért hívtál? Há, izé, ezért? Baszod meg, kösz a hívást! Úgyhogy szépen szedjük fel a Mantis hulláját. Igényes Photoshop teljesítményemet dicséri ez az igényes inventory item. De legalább megvan a hulla, úgyhogy mehetünk vissza Shady Sands-be. Teljesíteni az első küldetésünket, remélhetőleg most már végleg. Jan, végre itt vagy! Na, itt a holttest! Igen, Nesze, szép példány! Na jó, most már hiszek neked. Időközben viszont új veszélyforrás ütötte fel a fejét. Jézusom, miféle? Az egész a 20. században kezdődött. Magyarországon 1999-ben egy csapat ukrán terrorista Bécs felé tartott az Európa Expressen. Az ukránok egyik emberét azonban még időben lekapcsolták és így megtudták a terroristák tervét. A titkos rendőrség is felszállt az Európa Expressre. Hosszas bonyodalmak és siketlenebb akciók után visszafordították az Európa Expresset, és elhitették a külföldön még sohasem járt ukrán-magyar terrorista főnökkel, hogy a Budapest keleti pályaudvar valójában nem más, mint Bécs. Ennek megfelelően át is alakították a keletit, és Kamarás Iván vízszintesen tartva a pisztolyát leszámolt a gonosz baszfiózókkal. Ez mind szép és jó, de én nem esti mesét kértem. Kamarás Ivánt viszont tiltott fegyverhasználatért börtönbe csukták. Nem sokkal rá az ítéletet végre is hajtották, felakasztották. Ma, 2160-ban a szelleme itt járt, kijelentette, hogy 2 hónapon belül visszatér és leigázza a falut. Azóta már biztos talált egy testet magának, Jan. A te feladatod lesz megtalálni és likvidálni őt. Shady Sands jövőre tőled függ. Jézusom, vállalom, de tudod, mekkora áldozatot hozok ezzel? Vigyél el segítségül egy tárgyat az alábbiak közül. Vihetsz tőlem Jimmy White kotont, szemetet, követ vagy egy kötelet. Van mobilod? Hívd fel az egyik barátodat és kérdezd meg, hogy mit kérjél el. Biztos nagyon jó tanácsai vannak, higgyél neki.
Úgyhogy hívjuk is fel a barátunkat. Haló, cső Lajos, itt vagyok Aradessel, új munkám van, Kamarás Ivánt kell megölnöm 2 hónapon belül, egy tejet kapok segítségül Aradestől, melyiket kérjem? Van Jimmy Page koton, szemét, kő, meg kötél? Válaszd a kötelet. Rendben van, kösz, majd legközelebb te hívj. Úgyhogy menjünk vissza Aradeshez. Na, mit ajánlott a barátod? A kötelet. Jó, akkor azt viszed el? Természetesen, ha a kötelet választanánk, egyből meghalunk. Nem, a koton kérem, baszni fontosabb, mint bármi más. Jó, bár én hittem volna Lajosnak. Na mindegy, itt egy Jimmy féle vörös koton. Köszönöm, kérem a további instrukciókat. No, Kamarás Iván jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Valószínűleg már megölt egy embert, így beleköltözhetett a testébe. Amennyiben hiszünk az újjászületésben, úgy az a megoldás is helyes, miszerint rátalált saját testére. Biztos ismered, hogy hogyan néz ki. Valószínűleg egy Mati nevű ember tudja, hogy hol tartózkodik. Mati Necropolisban van. Nézz utána. Necropolist bejelöltük a Pip Girl-ödön. 2 hónapod van, ide már ne gyere vissza, mert elbakarítkádozzuk a jövő héten a falut, nehogy betöljön ide Kamarás Iván. Sok sikert! Köszönöm. Megígérem, megteszem, amit tőlem telik. Jajjaj, akkor van félnivalónk. Kurva vicces. Úgyhogy mehetünk is tovább. Necropolisba. Meg is érkeztünk Necropolisba. Itt van valaki. Üdvözöllek Necropolisban. Köszöntelek, mennem kell. Na állj faszfej, innen te nem kerülsz ki élve. Mi? Hogy? Micsoda? Á, látom, már jobban vagy. Teát? Vizet? Hol vagyok? Necropolisban, a házamban. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Zsuzsa vagyok. Mióta fekszem itt eszméletlenül? Nemrég, egy fél órája hozott be a barátnőm. A barátnőd is ilyen csinos, mint te? A melleimet nézed? Nem, én csak jaj, elnézést, tudod, a férfiak tavaly óta üldöznek. Szóval én egy Necropolis szépe verseny győztese vagyok. Hozzáteszem, nem volt nehéz megnyerni, mert ebben a városban a barátnőmmel csak ketten vagyunk összesen emberek. Hogy csak ketten egy ekkora városban? Necropolis még akkor alapították, amikor én még nem éltem. Az atomháború előtt valószínűleg virágzó városka lehetett, de a sugárzás itt sem kímélt semmit. Lakosai gúlokká változtak, és a helyzetet súlyosbítva még a mutánsok is beköltöztek ide, a szomszédházba, ellenőrzésük alatt tartva az egész várost. A gúlok leköltöztek a csatorna rendszerbe, újdonsült barátukkal, Matival. Mati karate oktató volt, de bizonyos okok miatt elbújdosott a gúlokkal ide lentre. Csak hogy a mutánsok kitalálták, hogy ellenőrzésük alatt fogják tartani a csatornájuk bejáratát. Egy mutáns mindig állott, hogy őrizze, nehogy bejusson valaki. Szóval Mati itt van, remek, beszélnem kell vele. Tudnál segíteni? Mit akarsz Matitól? Semmi között hozzá. Na jó, nem kell nekem segíteni neked. Na jó, Kamarás Ivánt ismered? Ő fogja 2 hónapon belül legyalulni kicsiny falucskámat, amennyiben nem segít nekem. Rendben van. Érzem, hogy igazat mondasz. A mutánsok vezetőjének a neve Shadwell. Kicsit rasszista beütésű, gyűlöli a gúlokat, így nem ismerészkedik le hozzájuk, hát egyszerűen nagyobbnak érzi magát annál, hogy lemerészkedjen ebbe a söpredékbe. De a felettesei megbízták azzal, hogy fontos papírokat vigyen le Matihoz. Ő viszont természetesen nem hajlandó erre. Ha rá tudnád beszélni, hogy vigyen le, rendben, erre találom őket. A szomszédházban vannak, de előbb beszélj Magdival, ő tudja, hogy mit kell levinned. Sok sikert, még beszélünk. Úgyhogy menjünk át a szomszédházba, ahol itt van Magdi. Szia, jó ember, még nem láttalak errefele. Hát te meg ki vagy és honnan jöttél? Én Péter vagyok Tápiószecsőről. Aha, jó vicc. Zsuzsától hallottam, hogy Kamarás Iván atomszelleme kísért a világ legnagyobb városában, Shady Sands-ben. Nem, nem, nem. Iván szelleme nem kísért a városban, hanem 2 hónap múlva támadást indít a falum ellen. És Shady Sands nem hiszem, hogy egy világváros lenne. Jó van már. Szóval Kamarás Iván megtámad téged, szerencsére én nem engem akar megtámadni, hanem a falumat. Muszáj kötözködni a fiatal ember? Bezzeg az én időmben a fiatalok tisztelettudóbbak voltak. 3 gyereket neveltem fel. Az Ildikót, a Gézát és a Mónikát. Sőt, még az unokámat, a Tildát is. Ez mind nagyon szép és jó, de én nem szappanoperát hallgatni jöttem ide.
Nono fiatal ember, a segítségem nélkül maga nem távozik innen. Szóval Kamarás Iván 1999-ben elfogott egy csapat ukrán mafiózót, akik Bécs felé tartottak az általuk eltérített Európa Expressen. Szörnyű veszteségek árán, de Iván vízszintesen tartva a piszkáját lelőtte a fő gaztevőt. Grillos Dorka viszont odaveszett. Keresztet vett. De a rendőrség kicsit utána nézett és kiderült, hogy Iván illegálisan használta a fegyverét, kivégzési parancsot adtak ki ellene, Iván megölték. Eddig semmi olyat nem mondott, amit nem tudtam volna. Ezt vajon tudja-e? Egyik kedves ismerősöm, akinek a nevét most nem fedném fel, egyébként már régen megszakadt a barátságunk, na mindegy, szóval elmesélte ő a kurva anyádat nyög már ki, te káráló picsa. Szóval 2000-ben a keresztény egyház, tudja, akkor még létezett ilyen. Az egy vallás volt, monoteista világzetet vallottak, hitük szerint Istenük fia Jézus úgy eszületett a földön, ahol is meghalt az emberek bűneiért. Hát ez nem igaz. Na mindegy, szóval ennek a vallásnak volt egy könyve, amit szentként tiszteltek. Szent Biblia volt a címe. Általában időszámításunk előtti írások voltak benne, sőt az időszámításunkat is Jézus feltámadásától mérjük, viszont egyes tudósok kiszámolták, hogy Jézus nem támadhatott fel nullában, mert... Szóval ezt a Bibliát 2000-ben felújították, méghozzá egy szirmai hívő Lakatos Taksony miatt. Állítása szerint őt meglátogatta Isten álmában és életre segítette, amikor a hármas busz elütötte. Még mindig nem esett szó Kamarás Ivánról, bazd meg! Majd most... Taksony evangéliuma tartalmazott egy pontot, amit a mai napig nem tudtak értelmezni. A pont így szólt. És Isten megteremti az embert, aki nem tud elgazdálkodni a mi úrunktól kapott ajándékkal, az élettel, és elkezdi háborúzni egymással. Urunk ekkor évezredek múlva lecsapál majd, és csak az ő benne hívőket, azoknak is csak egy részét tartál meg. Miután ez bekövetkezé, kihalazálnak emberek hite Urunkban, akinek ezután már csak a mennyben lesz hatalma. Ám van esély arra, hogy az emberek újból hívei legyenek. Krisztus Istenünket elítélték hamis vádakkal, és meg is gyilkolták őt álnokul. De Krisztus Istenünk feltámadá majd, és álnokul bosszút áll mindenkin. Úszó erődjén keresztül ellenségeit legyőzé, barátait megmenté. Várjál már, hát ez értelmezhetetlen. Jézus Krisztus, vagy hogy hívják, nem lehetett bosszú álló, különben nem hittek volna benne. Az Urunk évezredek múlva lecsapál majd részt értelmezhetjük az atomháborúként, de Krisztus Istenünket elmondásod alapján tényleg elítélték hamis vádakkal, és még meg is ölték őt álnokul, és tényleg fel is támad, de nemhogy nem átbosszult mindenkin, hanem megbocsájtott, nem? Milyen úszó erőd? Nem értem. Mi a lófasz az a két pontot a Krisztus Istenben? Éppen ez az, hát senki nem érti. Hát bassza meg, és ezért tartottál fel eddig. És a java még csak most jön. Most fogunk pletykálkodni. Nekem erre nincs időm, tényleg mennem kell. Meg kell találnom Matit. Mati? Beszéljünk róla. Képzeld el, amikor egy évvel ezelőtt leköltözött ide, totál depressziós volt. Tele volt a töke mindennel. Feleségét elvesztette a háborúban, a farmját terroristák támadták meg, és a csipsze is elfogyott. Bár nem nagyon menőzik vele, de amúgy 6 danya van karatéban. Viszont hiába mindez, mert naponta minimum 1 zacskó cheesy puffs meg kell megennie. A Cheesy Puffs a legjobb márkájú chips itt Amerikában. A gyárat senki nem tudja, hogy hol van, mert így rejtve vannak a terroristák támadásaitól. Ha naponta nem kap 1 zacskó chipset, szörnyen ideges lesz. Hallottam, hogy az egyik barátját megölte, mert nem akart neki adni a chipsből. Beszéljünk a világ titkairól. A világ az atomrobbantások után eléggé szétszakadt, és még senki sem tudta feltérképezni korrektül az egészet. Mi most Necropolis városában állunk. Annyit tudok, hogy New Reno hol van, de azt meg sem mutatom neked, mert nem tudná bemenni a 2 hónap alatt. Zsuzsa régen tudta, hogy hol van San Francisco, de minden emléket megpróbált kitölni róla, és ha erről kérdezett, rendkívül ideges lesz, úgyhogy ne is próbálj meg tapogatózni nála erről. Marti viszont tudja, hol van amúgy. Minden hónapban egyszer oda megy chipset venni. Most beszélj magadról, ejtsük a témát. Maradjunk csak nálad. Nem fogunk rólam beszélni, értem? És ha még egyszer szóba hozod, megbaszlak. Mennem kell, puszipá. Jaj, édesem, nem engedlek én el ennyivel. Tudom, fontos küldetésed van. Mondd el szépen, miért kell Kamarás Ivánhoz megtalálni Matit? Mert ő az, aki tudhatja, merre van Kamarás Iván. Hát, ez a számítás sajnos hamis, mert ugye itt engem mindenki szeret, és természetesen itt mindenki megoszt velem mindent, mert tudják, hogy én semmit sem kotyogok ki, és tudod, mi az én előnyöm? Hogy akármikor rám szólnak, abba tudom hagyni a beszélgetést, és abszolút nem esik nehezemre. Szóval, ha Mati tudná, hol van Kamarás Iván, már én is rég tudnám.
Elég picsa, kusolsz, vagy szádba lépek? Ja persze, az én időben bezzeg. Eléd, az előbb említettem, hogy befejezed a dumát, ha rád szólnak. Fejezd be! Rám szóltál? Hogy rám szóltál? Hogy fejezd be, te sároshagyú ribanc picsa? Csak nem unsz, de te félbozi kurva, elmegyek, most már baszok rád. Mielőtt elmész, kívánj még valamit, teljesítem. Azt kívánnám, bárcsak rád szólhatnék, hogy fejezd már be a pofázást. Rám szóltál? Hogy rám szóltál? Szóltam, hogy kérlek, engedj el. Na jó, most már tényleg elengedlek. Na, viszlát. Neked is jó napot. Ha visszajössz Matitól, még beszélünk. Na, azt nem hiszem. Úgyhogy... Haló, Jan! Cső! Mi történt veled mostanság? Semmi. Akkor jó. Még egyszer elmond rád bővebben, mi a feladatod? Kamarás Ivánt a 20. században illegális fegyverhasználatért megölték, de az atomszelleme feltámadt, megfenyegette Shady Sense-t és 2 hónapot kapott a falu. Jó. Nem jó. Sőt, mondok egy idézetet a Biblia 2000-ből. És Isten megteremti az embert, aki nem tud elgazdálkodni a mi urunktól kapott ajándékkal, az élettel, és elkezdi háborúzni egymással. Urunk ekkor évezredek múlva lecsapá majd, és csak az ő benne hívőket, azoknak is csak egy részét tartá meg. Miután ez bekövetkezik, kihal az állnak emberek hite urunkban, akinek ezután már csak a mennyben lesz hatalma. Ám van esély arra, hogy az emberek újból hívei legyenek. Krisztus Istenünket elítélték hamis vádakkal, és meg is gyilkolták őt álnokul. De Krisztus Istenünk feltámadá majd, és álnokul bosszút áll mindenért. Úszó erődjön keresztül, nem tudom elosni. Fingom sincs, mit jelenthet. Na jó van, bazd meg, nagy segítség vagy te nekem. És, mint látható, ennyi volt a játék jelenleg, de még folytatjuk. Hát a folytatás az azóta elmaradt, bár, ha jól emlékszem, azért... Vannak még némi fájlok, talán Matival történő beszélgetés még úgy, ahogy megvan. De igazából ennyi, most már nem lehet mit csinálni, lehet itt sétálgatni össze-vissza. Még mondjuk menjünk vissza Shady Sense-be. De mintha ott bármi is lenne, csak azért mégis. Mint látható, Shady Sense teljesen körbe van barikádozva. És ide már bejutni nem lehet, ha megpróbálnánk, akkor elég hamar. Halálnak halálával halnánk. Köszönöm a figyelmet, ennyi volt.